A sütihez kell egy kis ész, tudás, meg 3 kanál méz. Karácsony közeledtével készítsük el együtt ezt az isteni finom, csokis mézes krémest. A teljes receptet sütisherryblog.com elérhetitek, itt ti is el tudjátok készíteni. Ne felejtsd el lájkolni ezt a videót, és további tartalmakat ne felejtsd el bekövetni. A tésztához a tojást, a margarint, a mézet, a tejet keverjük össze alaposan egy hőálló tálban. Tegyük a gáztűzhelyre, majd folyamatos keverés mellett forraljuk fel. Öntsük a lisztes keverékre, kézzel dolgozzuk össze a tésztát. Osszuk 4 egyenlő részre a tésztát, majd nyújtjuk ki őket, helyezzük a tepsibe, és 180 fokon sütőbe, 10 perc alatt készesítjük. A videóban látható módon rétegezzük a süteményt, egy éjszakára a hűtőbe tesszük, másnap leöntjük olvasztott helyecsokival, szeletelhetjük is. Jó étvágyat hozzá!